Csak néhány másodperc és rövid ideig tartó enyhe szúró érzés, és már bent is van a tű az ember karjában, amivel vért lehet tőle venni. Csütörtökön Bátaszéken rendezett véradást az Országos Vérellátó Szolgálat. Pászti Vera orvos azt mondja, most még a korábbiaknál is nagyobb szükség van az olyan emberekre, akik így segíthetnek másoknak, mert a koronavírus járvány miatt sokan félnek vért adni. Ezért idén eddig Tolna megyében nagyjából 800 fővel kevesebben nyújtották a karjukat, mint a korábbi esztendőkben. A mai koronavírus járványos helyzetben is igen fontos a véradás, hiszen a betegeknek ugyanúgy szüksége van vérre, mint bármikor máskor. Véradóink egy része azonban betegség vagy koronavírus kockázat miatt nem tud vért adni. Véradási helyszíneken a szervezés is kicsit nehézkesebb, így nagyon nagy szükségünk van mindenkire, aki egészségesnek érzi magát, és úgy gondolja, hogy véradásával szívesen segítene. A vérellátó szolgálat munkatársai most különösen nehéz helyzetben vannak, mert például munkahelyeken szinte alig szerveznek véradást, az iskolákban pedig egyáltalán nem tudnak ilyen eseményeket tartani, ezért a 18. életévüket betöltött fiatalokat külön program során próbálják megszólítani. Most kizárólag a művelődési házakban nincs korlátozás, így csak ezeken a helyeken tudnak a jószándékú önkéntesek másokon segíteni. Bár sokan nincsenek vele tisztában, a véradásokon egyébként koronavírus szűrésre nem kerül sor. Koronavírus szűrés nem történik véradással kapcsolatban, mert ez egy csöppfertőzéssel terjedő betegség, így magával a vérkészítménnyel nem átvihető. Ezek a szigorú elővigyázatossági intézkedések elsősorban a véradók meg a dolgozók biztonságát szolgálják. Bár koronavírus szűrés nem végeznek, mégis nagy hangsúlyt fektetnek a biztonságra a véradásokon. Belépés előtt kötelező kézfertőtlenítés és hőmérsékletmérés történik, illetve kötelező az orrot szájat eltakaró maszk viselése. A bent lévők számát is korlátozzák, és a véradás helyszínére csak az léphet be, aki egészséges és nem volt kitéve koronavírus fertőzés veszélyének.